Bakos Zoltán első fotó kiállítása. Mióta fotózol, és egyáltalán hogyan kerültél kapcsolatba ezzel az igen drága hobbival? Fotózni meg nem tudnám mondani, de legalább egy 20 éve biztos, hogy fotózok. Amatőr szinten. A fotózással az, hát az Isten igazából csak úgy jött. Kutyáim, természet szeretete, és ezáltal kezdtem el egy egyszerű kis digitális géppel fotózgatni. És ahogy úgy gondoltam, hogy ezt lehetne egy profitban úgymond művelni, az Isten igazából egy ilyen 8 éve jött ez az ötlet, amikor is elmentem rendesen fotóshoz, úgymond tőle tanultam, majd akkor már megvettem ugye az első tényleg olyan komolyabb gépemet, és utána pedig még mint fotográfus is elvégeztem egy erre vonatkozó OKS tanfolyamot. Isten igazából azóta pedig már bővült úgymond ez a látókör is, hogy már embereket és esküvőket és egyebeket is fotózok, de a természet, mint ahogy majd a kiállításon is fogjátok látni, az ugyebár a természet szeretete az ugyanúgy megmaradt. Emlékszel arra, hogy mi volt az első fényképezőgép, amit a kezedbe fogtál, és ez mikor történt? Hát az első fényképezőgép az még most is megvan, az egy kis Smena, meg nem mondom a típusát, de egy kis Smena gép volt, és hát a korom az lehetett, vagy 5-6 éves, de akkor még valószínűleg nem én fotóztam, legalábbis nem tudatosan. Utána azért jöttek ilyen kis Kodak, egyszerű még filmgépek, és a digitális korszakban pedig, ha minden igaz, egy HP géppel kezdtem bele. Azóta viszont egy másik márkát preferálok, és valószínű, hogy éppen ezzel tudom most már azt nyújtani az embereknek, amit én szeretnék. Mi volt az első képed, amit profi fotósként, profi géppel készítettél? Profi fotósként, profi géppel, az még mindig valószínű, hogy a kutyáim voltak, mivel hogy leginkább rajtuk tudtam próbálkozni, de Isten igazából, ami a profi gépnél jött be először nálam a fotózási szinten, az a portré, illetve az emberek fotózása. Mert addig azt úgy annyira nem mertem, megmondom őszintén, de azóta, főleg, hogy ki is tanult az ember a szakmát, azóta már ez is a repertoárnak a része. Az amatőr fotósok nagyon sokszor a városi rendezvényeket fotózzák, te ebből sokszor kimaradsz. A másik téma az amatőröknél a természet, te viszont választottál egy másik nagyon nehéz ágazatát a fotózásnak, ugye a portré és az esküvő. Most mégis természetfotókat láttunk itt a kiállításon. Miért nem az esküvői katalógusodból választottál? Mint ahogy már említettem, a természet az nekem mindig egy örök szerelem volt, és mai napig gép az általában ott van a kocsiba, és hogyha látok olyat, akkor megállok, lefotózom, illetve természetesen tudatosan is megyek természetfotókat készíteni. Hát az esküvői, illetve portré az majd egy későbbi terv egyébként, hogy lesz olyan kiállítás, és ez egy kicsit nagyobb volumenű, de mármint, hogy több képpel fogok készülni rá, de azt mondom nekem még a természet, és itt adott is volt a téma, hogy bemutatni magát a... Egy picit majd látjátok, hogy tehát a városi közeg, illetve a természet is, hogy együtt tud még működni. Gyakorlatilag itt most egy ígéretet is tettél arra, hogy ennek lesz folytatása, de ez az első. Hogyan vetted rá magad, hogy egy ilyen kiállítással készülj, hiszen azért nagyon sokáig, nagyon sokszor azért a háttérben maradtál, tehát nem lehetett téged csak úgy elővenni? Hát ez valószínűleg továbbra is így lesz, mert nem nagyon helyezem magam előtérbe, és igazából egy felkérést kaptam itt a helyi művelődési ház vezetőjétől, hogy ő szeretné, hogyha lenne, és én mit szólok ehhez. Nem sokat gondolkodtam rajta, ugyebár a témát azt egyeztettük. A természet az egyértelmű volt, hogy az lesz. Isten igazából... Pont.